Zóna című műsorunk mai vendége Szőlősi Ferenc Pécelváros polgármestere. Kedves nézőink, Önök a Zóna 29-et látják. Mai vendégem Pécel polgármestere Szőlősi Ferenc Attila. Köszöntöm, polgármester úr! Jó estét kívánok, szerkesztő úr! Köszöntöm a Williams TV nézőit is! Ha jól tudom, 2010 óta vezeti a várost. Milyen állapotba került Önhöz? Rossz. Hogyha egy szóban kellene válaszolni, de nyilván nem egy szóban várja tőlem a választ. Az ok, ami miatt polgármester lettem, az elégedetlenségem tulajdonképpen. Képzeljen el egy várost, amelyet lassan 17 ezer ember lak, és nem rendelkezik játszótérrel például. Képzeljen el egy olyan várost, amely a legutóbbi 10 évben 137 hektárnyi belterülettel gyarapodott, és ezzel természetesen építési telkekkel, és az infrastruktúra nincs alátéve. Jobbító szándékkal indultunk, igazán nagy elánnal, nagy akarattal. Nem azt mondom, hogy megtört az akarat, vagy elvesztettük a kedvünket, de számtalan olyan előre nem látott nehézségbe ütköztünk, amely nem tudja látványossá tenni a tevékenységünket. Mondjon néhányat, polgármester úr. Mondjuk az államosítás, a középiskolák államosítása. Pécel legdrágább telke a Fáy iskola alatt lévő telek, ez nagyságrendileg olyan 2 milliárdot érő ingatlan vagyon, amelyet egy csapásra kihúztak a város alól az iskola államosításával együtt. Vagy vegyük a mostani költségvetést. Ugye a költségvetés szabályai, készítés szabályai jelentős mértékben megváltoztak. Én azt mondom, hogy jó irányban halad a dolog, csak ezt 20 évvel ezelőtt kellett volna ilyen alapokra helyezni, és akkor sokkal kevesebb adóssága lenne a városnak. Jelen pillanatban 3 milliárd forint a város kötvényadóssága. Magyar forintban kifejezve ez ugye 2,2 milliárd volt a felvétel időpontjában, 2007-2008-ban. Időközben ugye a valuta árfolyam növekedése és a kamatlábak növekedése. Gondolom a klasszikus svájci frank alapú. Abszolút, abszolút. Gyakorlatilag értékesíthető telekállománya a városnak elenyésző. Talán van egy per alatt álló 17 hektáros terület, az összes többi telken a 2007-es kötvény jelzáloga van. Nagyon kevés a mozgásterünk. A mostani szabályzók ugye úgy gondolják, tehát azt sugallják a városvezetőknek, hogy egyre kevesebb állami támogatással próbáljunk meg megélni. Ha nincs mit eladni, akkor adókat kell növelni. És az adónövelés az nem egy népszerű feladat. Tehát én azt gondolom, hogy a 2014-es választásoknak egyik nagy vízválasztója lesz azt, hogy az emberek megértik-e azt, hogy az önkormányzat az nem egy termelőegység. Csak abból tud bármit megvalósítani, amit adóba befizetnek. Rengeteg adókintlévőségünk van, nem mondhatnám, hogy az emberek az adóbefizetésnél fegyelmezettek. Ugye mindennaposak a levelek, hogy a kommunális adót befizetik, miért nem csináljuk ezt, miért nem csináljuk azt, vagy a telekadót néhányan befizetik, ezért jellemzően nem sokan. És ezért sokkal többet várnak el tőlünk. Azt gondolom, hogy Pécel vonatkozásában az egyik legnagyobb áldozat az önként vállalt feladatok elvégzése. Ugye a kötelező feladatokkal nincs mit kezdeni, azt az állam ránk rotta, ezzel mindenképpen számolni kell, azonban mondjuk a mi városunk vonatkozásában a gimnázium működtetése önként vállalt feladat. A zeneiskolánk működtetése, amelyik egy nagyon jó hírű és nagyon jó képzést adó zeneiskola, szintén egy önként vállalt feladat, a kék busz, tehát a BKV, az, hogy ki jár Pécerre, önként vállalt feladat. A tarcsai mentőktől kezdve, azok a plusz egészségügyi szolgáltatások, amelyek jelentősen meglettek nyírbálva az elmúlt költségvetés készítése alkalmával, de még mindig vannak, ezek mind-mind azok, amik a befolyó adóbevételekből vannak megfinanszírozva. Nagyon sokan nem értik. 2011-nél tartunk. Sikerült valamit javítani azokon a, ugye, úgymond a szekrényből kieső problémákon, amelyek 2010-ben várták Önt? Tehát volt már ebben fejlődés? A legfontosabb dolog az, ami talán első ízben történt meg Pécel városában, hogy annyi pénzből éltünk, amennyi van. Nem adtunk el semmit, nem vettünk fel újabb hiteleket. Először az volt az érzésünk, hogy talán pozitívan sikerül zárni ezt az évet, aztán mégsem sikerült, de nagyon-nagyon kis hiánnyal sikerült ezt elérnünk. Ahhoz képest, hogy mínusz 870 millió forintról indultunk.
tehát költségvetés nyírbálása. Csak ilyen egyszerű tételeket mondanék, hogy a maga a hivatal működtetése közel 100 milliós megtakarítással járt. Igen, beszéltünk arról, hogy azért Pécel egy város, tehát nagy a hivatali apparátus. Meséljen erről is, illetve az is érdekel, hogy említette, hogy nem volt például játszótér. Van? Nincs. Azóta sincs. Azóta sincs. Ennek nagyon gyakorlatilag oka van, nincs telek. Tehát a belterületi olyan önkormányzati tulajdonú telek, ahol ezt el tudnánk helyezni, nincsen. Tehát van az önkormányzatnak ingatlanja, csak azok általában mind, ahogy mondtam, OTP eljelzáloggal terheltek, de nem is alapvetően a fő ok. Mi azt gondoltuk, hogy az első évet mindenfajta agyatlan fejlesztési kényszer nélkül szerettük volna végigvinni, hogy egyáltalán tudjuk azt, hogy mennyiből gazdálkodunk, hogy tényleg reálisan mennyi az önkormányzat kiadása, hát most tudjuk. Tehát a város működését szerették volna fölmérni, hogy egyáltalán mennyi. Pontosan erről van szó, hisz én nem akarok visszamutogatni, de bárki, aki majd az én helyembe fog esetleg ülni, nyilvánvaló, hogy neki is ez lesz az első dolga, mert nem egyformán látjuk a világot. Én ugye a vállalkozói szférából kerültem ebbe a polgármesteri székbe, számomra az élet nagyon egyszerű volt. Nagyon nehéz megszokni azt a fajta bürokratikus rendszert, ami mondjuk az önkormányzat működését jellemzi. Tehát ha kitalálok valami jó dolgot, azt visszük a bizottság elé, a bizottság testület elé terjeszti. Ugye akkor a pénzügy ellenjegyzi, hogy a... Tehát egy picit a hivatali működés kerekei nem mindig őrölnek annyira gyorsan, ugye? Nem, ez egy vállalkozó számára nem mindig érthető. Valóban így van, és azonban nagyon komoly szívügyünk az, hogy egy polgárbarát önkormányzatot hozzunk létre, ez sem egy egyszerű dolog. Én azt hittem, hogy az lesz. Az első pillanatban, amikor én oda kerültem a Pécelő önkormányzat élére, hát akkor nagy volt a félelem, hogy megjött a mumus, és én mindenkit ki fogok rúgni, majd a hivatalból. Hát ez nem történt meg, minden várakozás ellenére. Valahogy egy köztes állapotot kellett volna megvalósítani. Én azt hiszem, hogy akkor lenne működőképes. Az az igazság, hogy teljesen emberi mentalitás az, hogy ha nem érzi veszélyeztetve magát, akkor nem adja a teljesítménye maximumát az ember. Itt elsősorban az irodavezetők felelősségére gondolok. Más rendszerű önkormányzatot kell vezetni, mint amilyen jelen pillanatban működik. Gyakorlatilag, hogyha nem történt volna meg ez a változás, tehát hogy nem az államháztartási törvény, az önkormányzati törvény, a köznevelési törvény ilyen mértékben nem forgatta volna fel az önkormányzatok működését, akkor előrébb tudnánk tartani. De amikor elgondolkodtunk azon, hogy na mi lenne a reális, egy év után, hogy mi lenne az a reális lépés, amivel hatékonyabbá lehetne tenni az önkormányzatot, akkor kiderült, hogy oké, gondolkodhatunk rajta, meg el is kezdhetjük megvalósítani, de mire a törvények életbe lépnek, már nem lesz igaz az, amit gondolunk. Tehát nem egyszerű most egyetlen önkormányzati hivatalnoknak sem a feladata. Az intézményrendszerről egy picit beszéljünk, tehát ha jól tudom, azért elég nagy az intézmény. 72 fővel üzemel jelen pillanatban az önkormányzat, van adóhatóságunk, építési hatóságunk, tehát az összes hatósági feladatot jelen pillanatban el tudjuk látni. Tehát okmányiroda is van, és hát most, hogy a járási rendszerek kialakulása majd ezt mennyiben fogja befolyásolni, ezt még nem lehet tudni, bár a helyettes államtitkár asszonytól az igazságügyi minisztériumban tájékoztatást kaptunk. Most ezt azért mondom, ilyen nem kétkedem abban, amit mond, csak hát ugye majd a... Hát most javában folynak az egyeztetések, igen. Mert ugye 2013-ban várható, hogy feláll a járási rendszer. Igen, és igen. Mindenki szeretné tudni, hogy... Tehát mi kaptunk ígéretet arra, hogy és ez nem csak Pécel vonatkozásában igaz, hogy ahol jelen pillanatban működő okmányiroda van, ott az okmányirodák meg is maradnak, sőt az okmányirodákra egy hatékonyságot növelő kormányablakot is rá fognak telepíteni majd. Én azt gondolom, hogy meg tudnánk oldani mindent egy jobb szervezéssel. Nagyon sokáig akadályozott ebben a munkában, hogy nem volt jegyző a városban, mert... Az előző jegyző az a felmentési idejét töltötte, az aljegyző az egy fiatal, nagyon tehetséges, agilis, de egy elég fiatal ember, aki ugye ott nevelkedett a hivatal berkein belül, és nem túl egyszerű egy ilyen felnevelt embernek rendet tartania, már amennyiben erre van szükség.
Most néhány hónappal ezelőtt megoldódott a helyzet, stabil, jól képzett, a feladatát jól ismerő jegyzőnővel rendelkezünk, és elkezdődhet az a fajta munka, amiben mondjuk egy éves késésben vagyunk. De bízom benne, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni az, ahogy a hivatal működik majd. A Zóna műsorában minket mindig nagyon érdekel a közbiztonság. Pécel városában mi a helyzet? Nekem szívügyem a közbiztonság, mert amióta az eszemet tudom, amióta vállalkozó vagyok, azóta a belügyminisztérium és szervei környékén mozgók, informatikai rendszer telepítésekkel foglalkoztunk elsősorban, és nagyon jó a kapcsolatom a belügyminisztériummal. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. A tavalyi év folyamán még gödöllői vezetéssel Pécel és Isaszeg rendészeti védelmét gyakorlatilag együtt látta el a rendőrség. Idén Isaszegen megalakult az új rendőrőrs. Nekünk meghagyták a teljes állományt, így jelentős mértékben növekedett a közbiztonság. Nagyon-nagyon jól képzett, és én azt hiszem, hogy példamutatóan lelkiismeretes polgárőrséggel rendelkezünk. Tehát nincs olyan feladat, vagy olyan megmozdulás, amire ők azt mondanák, hogy ők nem vesznek részt, vagy kihúznák magukat. Sokkal többet érdemelnek, mint amennyit adni tudunk nekik. De most idén március közepétől, végétől tervezzük a mezőrség bevezetését két szempont miatt. Az egyik az, hogy nagyon megszaporodtak a külterületi szemétlerakások. Félelmetes, hogy milyen szeméthegyek alakulnak ki a város közelében. Azt vettük észre, hogy eljárnak dolgozni különböző brigádok, visszafele jönnek az utánfutóval, bekanyarodnak egy földútra, és kiöntik, amit hoznak, mert hogy elvállalták ugye a sitelszállítását is. Nagyon komoly problémát jelent, a másik ugye pedig, amit a vadásztársaságok jeleznek, ugye a orvadászat, amit szeretnénk. Polgármester úr, csak hogy tisztában legyenek a kedves illegális szemétlerakók, milyen szankciója van annak, hogyha valaki kijönti? Mondhatok egy példát? Abszolút. Biztos megmosolyog. Megtaláltuk egy illetőnek a szemetjét kint a Várhegy tetejében, csekkek, borítékok, egyebek benne. Megtörtént a feljelentés, volt egy bírósági tárgyalás, azt nyilatkozta az illető, hogy ellopták a szemetjét és helyt adtak neki. Igen, tehát ezt azt hiszem nem is kell, hogy kommentáljon. Igazából kizárólag a tettenérés az. Tehát azért van szükség a mezőrség. Igen, ugyanis a polgárőrség sem, és a közterület, mert rendelkezünk közterület felügyelőkkel is, tehát ők sem csak belterületen működhetnek. Tehát nem rendelkeznek jogosítvánnyal a külterületi. Jó az együttműködés a polgárőrség és a rendőrség között. Abszolút. A lakosság bejelenti, hogyha bármiféle bűncselekményt észlel. Igen, elég aktívak az emberek egyébként. Tulajdonképpen a gyorshajtókkal vannak rengeteg problémáink, de jellemzően létezik egy Pécel Info nevezető internetes portál, amelyik kvázi a gyűjtőhelye az ilyen lakossági bejelentéseknek. Tehát nem az önkormányzati lapra írják üzenetként, mert esetleg oda nevet kellene írni, hanem tehát különböző indulatok. Jó kis fórum a divatos igen, internet világában. Abszolút, de hogyha az ember kimazsolázza belőle az értékelhető és értékes bejelentéseket, tehát ott rendszámokat közölnek. Igazából nem nagy számú, 5-6 emberről van szó, akik egyszerűen képtelenek betartani a rendet, mellékutcákba, ahonnan bárhonnan gyerek kiléphet, száguldoznak. És hogy milyen érdekes az élet, tehát ugye már régi történet az, hogy generális jó nem létezik. Egy adott utca lakói a száguldozók, tehát a száguldozás megakadályozása érdekében egyöntetűen kérik a fekvőrendőrök elhelyezését, ez megtörténik. Akik ezen közlekednek, azok folyamatosan panaszos levéllel élnek, hogy lesz szakad az autójuk alja, meg hogy mondjuk valóban elkövettünk néhány hibát a fekvőrendőrök telepítésével kapcsolatban, tehát nem teljesen tervek szerint. Tehát picit magasabb lett? Nem is a magasságával volt baj, hanem a bevezetésével. Ugye a fekvőrendőre fel kellene gurulni, itt neki ütközött az autó, ezt ahogy a problémát észleltük, abban a pillanatban módosítottunk ezeken a fekvőrendőrökön. Hogyan áll Pécel az egészségügyi ellátásra? Tehát megfelelő, elég orvos van, mert ugye ez is probléma napjainkban? Hát 6 házi orvos működik a városban, 2 gyermekorvos, ami fixen szerződéssel működik. Van egy egészségházunk, ahol tavaly gazdasági okok miatt a labort megszüntettük, az egyik házi orvos átvette.
körülbelül annyira végzi el a laborvizsgálatot, mint amennyiért mondjuk Keresztúra be lehetne menni kékbusszal, tehát ez gyakorlatilag működőképes maradt. Tarcsai mentőkkel vagyunk folyamatosan szerződésben, tehát mentőszolgálat van, éjszakai ügyeletet tartunk, ami szerintem egy ilyen nagyságrendű város esetében szinte elengedhetetlen. Már ugye többször bebizonyosodott az, hogy a 4 percen belüli kiérés jelentheti egy ember életét. 2 fogorvos működik a városban, bőrgyógyász van, reumatológus. Lenne még helyünk egyébként a szakorvosi rendelőintézetben, tervezzük is azt, hogy fizetős szakorvosi rendeléseket megpróbálunk oda szervezni. Most éppen ilyen tárgyalásban vagyunk különböző orvosokkal. Pécel város, milyen a kulturális élet egyébként, tehát milyen a közösségi élet, a városlakók aktívak, vagy nem annyira? Ez érdekes. Ugye Pécelről, tehát amikor polgármester lettem, megismertem az alvó város kifejezést. Nem tudtam, hogy mit jelent. Aztán rájöttem, hogy gyakorlatilag én is az alvó város része voltam, mert ugye annyira közel van Budapesthez, annyira az agglomerációnak az eleje, hogy ha valaki komolyabb programra vágyik, akkor beül az autóba, 10 perc alatt bent van a városba. Ilyen szempontból Kasszonyi Józsi barátom egy kicsit szerencsésebb, mert Mendéről többet kell autózni. De én nem mondanám azt, hogy alvó a város. Megfelelő programokkal meg lehet mozdítani az embereket. Nekem példaértékű volt mondjuk a március 15-i ünnepén, hogy gyerekekkel szerveztettünk meg, soha nem látott számú embert volt ott. Tehát most ezt úgy érts, hogy 17 ezerből 350, de ezt megelőzően 40-50. Tehát azért mondom, hogy nagyságrendi különbség van. Én azt hiszem, hogy a környező települések között, Gödöllőt leszámítva, Pécel a legszerencsésebb. Rádai kastéllyal rendelkezünk, amelyiknél egy pályázatban ugye most a Márvány Istálló felújítása is megtörtént. Mondjuk a Fáy kastélyt éppen ugye az előbb említett államosítás miatt elvették tőlünk, de gyakorlatilag megkaptuk most már a védetté nyilvánításról a papírt. Tehát valószínűleg majd, hogyha megszűnik, mint iskola, ad abszurdum, mert ez is benne van, akkor látogatható lesz. Tehát akkor a turizmusban is látogatható? Abszolút. A turizmus és a kultúra fejlesztése, ugye, mivel ennyire közel vagyunk a fővároshoz, ezért, és nagyon szerencsés a város fekvése, mert ugye az M5-ös és az M3-as között középen fekszik egy gödöllői rövidített úttal, vagy Gödöllő felé rövidített úttal. Az ipari terület fejlesztése az nekünk létkérdés lenne. Adóbevételek szempontjából, munkalehetőségek teremtése szempontjából. Itt egy picit ott vagyunk megakadva, hogy az összes lehetséges felhasználható terület az magánkézben van. És általában nem egy ember kezében, hanem ugye amikor a földosztások voltak, akkor ilyen nadrágszíj parcellákat alakítottak ki. Tehát van olyan terület, hogy 196 tulajdonosa van. És az nem lenne, lesz könnyű velük megegyezni. Nem. Folyamatosan tárgyalásban vagyunk, mert a jelentkezők már megvannak, akik telepednének, és munkalehetőséget biztosítanának. Ha már az agglomerációnál tartunk, vannak azért kevésbé ünnepi dolgok, például a BKV ügye. Meséljen erről egy picit, mert ugye Pécelt érinti a BKV. Igen, jövő hét közepén kell mennem pont a Tarlós úrral egy megbeszélésre. Nem csak nekem, azt hiszem, hogy talán 14 települést érint ez a probléma. Én csak a tévéből értesültem arról, hogy ugye a Tarlós úr azt nyilatkozta, hogy az agglomerációban nem szeretné kiengedni a BKV-t, mert nem kifizetődő. Iszonyatos szükség van rá. A Pécel vonatkozásában a kék busz tömve van, ezt el lehet mondani, főleg ugye a reggeli meg az esti órákban. Rendelkezünk ugye ugyan helyi járattal, amit 2 kis busszal bonyolítunk, de ez nem tudja kiváltani. Tehát abszolút katasztrófa helyzet lenne, hogyha a kék busz megszűnne Pécel vonatkozásában. Nem tudom, hogy mit fogunk tudni elérni, nem tudom, hogy számítani fog majd a Tarlós úrnál mondjuk az egyöntető együttes fellépés. Minden esetre, ha amennyire rajtunk múlik, annyira meg fogjuk tartani. 2012, ugye tudjuk, hogy semmilyen téren nem egy könnyű év. Melyek azok a tervek, amelyek mindenképp meg kell, hogy valósuljanak a városban ön szerint? Gazdaságilag életben kell maradni. Ez a legnehezebb történet most szerintem. Nem akarok én most itt ilyen, tehát nem akarom számszerűsíteni a problémáinkat, nagyon komoly problémát okoz a megélhetés, hisz eddig, tehát az eddigi önkormányzati vezetők megtehették azt, hogy vélt, vagy éppen valós
tervezett bevételekkel egyensúlyba tartották a költségvetést, vagy akár negatív költségvetést is elfogadhatott a képviselőtestület, ez ugye idéntől megváltozott, negatív költségvetés nem létezik, mint ahogy az életben sem működik a negatív költségvetés. Nagyon-nagyon sokat kell sakkoznunk, és én azt attól tartok, hogy ezek a költségvetési megszorítások, egyrészt az, hogy rosszul érik meg, ez egy dolog, de hogy nagyon kevés olyan terület van, ahol el lehet venni. Az oktatás szinte teljesen ki van csontozva. Ha még többet elveszünk, akkor már nincs értelme iskolát működtetni. Ugye az állami normatívák évről évre folyamatosan valamilyen szinten csökkennek. Tehát nekünk az elsődleges az, hogy most egy olyan elfogadható költségvetést generáljunk, amit tényleg tartani tudunk. A terveinkben pedig mindenképpen az ipari területek létrehozása az, ami nagyon fontos a bevétel szempontjából, a kulturális élet felpesdítése és egyfajta kisgödöllő, Pécel mint kisgödöllő, egy ilyen városkép kialakítása, ez is nagyon fontos. Idén elkezdődik, és viszonylag rövid idő alatt befejeződik a városközpont rekonstrukciója, ami azért annak a területnek legalább ad egy európai külsőt. Ugye jelen pillanatban a település szerkezeti terv módosításával vagyunk benne, ami befolyásolni fogja majd a helyi építési szabályzatot, és valahogy megpróbálunk egy ilyen 25-30 éves távlatban gondolkodni. Nem tudjuk, hogy majd aki utánunk következik, annak az mennyire tetszik, de tehát nem lehet 4 éves periódusokba tervezni. Nos, a műsoridőnk lejár, azért a sok nehézség mellett egy pozitívumot is megemlíthetnénk, ugye tél van és ilyenkor nagyon hideg, de Pécelen ez néha jó is, van jégpálya Pécelnek. Igen, hát amikor létrehoztuk az integrált oktatási központot, akkor felszabadult a Rádai gimnázium épülete, ugye a Szemre iskola az egy elég monstrum, tehát nagyra sikeredett, gyakorlatilag gond nélkül befogadta a Rádai gimnázium tanulóit, és igyekszünk jól felhasználni ezt a helyet, oda költöztetjük a polgárőrséget, a rendőrséget, a könyvtárat. Volt szó arról, hogy a zeneiskola is lemegy, de helyett meg szeretnénk egy ilyen városi, ilyen találkozós, ilyen, tehát hogy lehetőséget adjunk az embereknek, hogy legyen miért találkozni, igen. Így van. Most ugye a téli viszonylatban kitaláltuk azt, hogy ott van egy elég nagy pálya, egy fotballpálya, és megcsináltuk a saját jégpályánkat, az Úristen kegyes, megtartja nekünk ezt a hideget, nagyon sok ember nagy örömét szolgálja az, hogy ott ingyen, bérmentve forró teát kapnak, tehát nincsen belépődíj, meg minden este ott dolgozunk, én is, és hízlaljuk a jeget, takarítjuk. Ez egy nagyon jó szórakozás, és más, egy közvetlen kapcsolat az emberekkel, nagyon fontos. Tehát akkor jó a visszajelzés, mindenképp örülnek a pizzeriek. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy eljött hozzánk. Jó egészséget kívánok Önnek a további munkájához. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Önök a Zóna 29-et látták, ne feledjék, Önök is a zónában vannak. Észrevételeiket a 0629 352 362-es telefonszámra várjuk, illetve küldjenek e-mailt a williams@williams.hu-ra. Viszontlátás!